Susan Burnham gyermekkorát érzelmileg sivár, zaklató családban töltötte. Édesapja alkoholfüggő volt, aki állandóan erőszakos volt a családjával. Csak szenvedés és fájdalmas dolgok történtek velem. Folyamatosan elutasítást tapasztaltam mindenhonnan. Sosem tudtam, mikor mit fogok kapni. Susan szexuális kapcsolatokban kereste a szeretetet és az elfogadást. Első abortusza 14 éves korában volt. Annyira vágytam a szeretetre, hogy bárkinek odaadtam magam. Azt vártam, hogy ezek az emberek töltsék be az űrt az életemben. A 20-as éveinek elején elment egy gyülekezetbe, ahol megtapasztalta Isten szeretetét, de nem tudta azt átvenni. Éreztem azt a csodálatos, nagyszerű szeretetet, de azt gondoltam, hogy ez úgysem fog sokáig tartani, mert nem szeret. Amilyen vagyok, ő nem szeretett engem. Abba hagyta a gyülekezetbe járást. A kapcsolatait káosz és bántalmazások jellemezték. A házassága is ilyen volt. Évekig tűrte a férje verbális és fizikai bántalmazását. A férjem megvert volna, ha megcsalom. Ő viszont megcsalt engem. Veszekedtünk emiatt, és meg is vert, mert kutakodtam utána. Marihuánával és alkohollal próbálta túlélni a káoszt. Az első dolgom az volt, amikor hazaértem, hogy kinyissak egy üveget, és igyak. Nem akartam önmagam lenni, és ez tovább rontotta a helyzetemen. Végül elhagyta a férjét, de az rátámadt és meg akarta ölni. Valahogy kórházba kerültem. A veseim megsérültek, az arcom bal oldalán egy nagy sebb hely volt, egy félkör alakú mélyedés. Egész életnyi szenvedése és csalódásai miatt Susan úgy döntött, hogy véget vet az életének. Abban a pillanatban az életem összes szenvedése, mintha rám nehezedett volna, és az járt a fejemben, nézd csak magadra, mi lett belőled. Egy szánalmas roncs vagyok, és ebből elegem van. Én nem akarok így élni. Azt terveztem, hogy lerészegedek, és tablettákat veszek be, és akkor vége, túl leszek mindenen. Vodkát ivott, ami még azelőtt kiütötte, hogy bevette volna a halálos mennyiségű pirulákat. A következő nap Susan megtörten ébredt fel, de készen arra, hogy változtasson. Amikor felkeltem, tudtam, hogy ezt nem tudnám még egyszer megtenni. Istenhez kiáltottam, hogy akarsz nekem segíteni? Ha igen, akkor itt az alkalom. Vedd ezt el tőlem, én ezt nem akarom. Ha azt akarod, hogy a tied legyek, itt vagyok. Hadd lássam, mit csinálsz velem. Hadd lássam, hogy tényleg szeretsz. Azon a reggelen Isten megmutatta neki a szeretetét. Azonnal megszabadult a drog és alkohol függőségéből. Isten megszabadított a függőségből. A vágyat sem éreztem többet. Teljesen megszabadultam. Nem akartam többé alkoholizálni, marihuánát szívni. Nem akartam a régi életemet. Minden megváltozott, amikor átadta az életét Jézusnak. Amikor mindenemet átadtam neki, és átengedtem neki az irányítást, onnantól kezdve az ő szemén keresztül néztem magamra, és azt láttam, hogy értékes személy vagyok az ő szemében. Az ő képmása vagyok. Ezek a könnyek, az öröm könnyek, hiszen arra gondolok, hogy Isten minden rossztól megszabadított. Azóta lediplomázott. Most tanácsadóként dolgozik. Azt mondja, az ő élete tökéletes példa arra, hogy Isten szeretete bárkit meg tud szabadítani. Mindent, amit csinálok, az ő dicsőségére teszem. Szeretném, ha mások is látnák, hogy a kilátástalan körülmények ellenére Isten meg tud szabadítani, és ezzel buzdítok másokat is. Susan megbocsátott az ex-férjének és mindazoknak, akik bántották. Most már tudja, hogy Isten szeretete mindenkihez elér, csak át kell venni. Senkit sem tudok addig szeretni, amíg magamat nem szeretem.
Ez pedig csak Isten szeretetének elfogadásával megy. És ha a megváltáson kívül semmi más nem tett volna értem, már ez is elég lenne, mert ezzel Isten bebizonyította, hogy szeret.